Sono in qualche modo le prime elezioni dopo l'ingresso della Romania. Az idei választás nagyon fontos Románia számára, hiszen ez lesz az első európai parlamenti szavazás az országban. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy Románia megmutathassa az egész kontinensnek igencsak gazdag etnikai összetételét. A kisebbségbe szorult magyarság képviselete pedig azért fontos, hogy Európa bebizonyíthassa végre, nem csak beszél, hanem tesz is a kontinensen élő kisebbségekért. Csak is ez a mentalitás tehet ugyanis minket igazi európaiakká. Az európai polgárok közül sokan nem veszik elég komolyan ezeket a választásokat, mintha csak nem fognák fel döntésük fontosságát. Meg kellene végre értenünk, hogy mennyire fontos is ez. Én arra kérem Románia minden állampolgárát, és különösen kérem a romániai magyarokat, hogy tudatosítsák a választás jelentőségét, és minél nagyobb számban vegyenek részt a szavazáson, hogy felelős döntést hozhassanak önmagukért és közös jövőnkért. Én úgy gondolom, hogy a demokrácia elsősorban azért hasznos, mert megadja a lehetőséget nekünk, polgároknak, hogy eldöntsük, kik képviseljenek bennünket. Az Európai Unió szellemiségének megfelelően az Európai Parlament nem a nemzetállamok, hanem a nemzetek döntőtestülete. A többségi nemzetek által delegált küldötteknek azonban nem kötelességük a kisebbségek érdekeit is képviselni, hiszen a nemzeti kisebbségek maguk is küldhetnek képviselőket a testületbe. Minket, Finnország is védeket, ugyanazok a jogok illetnek meg odahaza, mint a többségben lévő finneket. Ez viszont egy kissé másképp van önöknél Romániában. Higgyék el, hogy az az egyetlen járható út, ha az erdélyi magyarság is bekapcsolódik az uniós politikába, hiszen csak így tehetik hallhatóvá hangjukat, követeléseiket Európában. Ugyanakkor Románia imázsának is jót tenne, ha minél több kisebbségi képviselő jutna be az Európai Parlamentbe. Megtisztelő számunkra az a tény, hogy az RMDS tagja az Európai Néppártnak, és nagyon reméljük, hogy az erdélyi magyarság felelős döntést hoz, és minél több RMDS-es képviselő csatlakozik majd hozzánk. Az RMDS egy nagyon erős párt, és úgy érzem, hogy náluk hitelesebben senki sem képviselheti a magyarság ügyét. Biztos vagyok benne, hiszen mi is mögöttük állunk, és az Európai Néppárt a kontinens legerősebb politikai szervezete, közösen érvényt tudunk tehát szerezni az önök akaratának.